Sziasztok, gyerekek! Az utolsó feladat ebben a tanévben, amit kaptok így digitálisan vagy bárhogy, az egy nagyon kis vicces játékos feladat lesz. Szintén készítenétek kell majd a kettőből egyet, meg két különböző mozgó tárgyat fogok bemutatni nektek, amit el tudtok ti is otthon készíteni. Ebből a kettőből egyet készítsetek el, de ha van kedvetek mind a kettőhöz, természetesen mind a kettőt is el lehet készíteni, de szerettem volna, hogyha mindenki az egyéniségeihez mérten, érdeklődéséhez mérten választhat. Ezt a tárgyat jövő héten fogjuk megbeszélni a Hangout órán, és akkor mindenkinek elmondom az évvégi érdemjegyét is. Aki esetleg nem ért vele egyet, akkor ott majd tudja mondani, mindenkiről mondok pár szó értékelést, és akkor megbeszéljük a jövőben történő eseményeket is, hogy jövőre ki szeretné folytatni, ki nem szeretné folytatni. Jó, nézzük is, hogy mi a feladat. Az első feladat repülő készítése lesz, de nem olyan hagyományos módon repülőt hajtogatunk, mint ahogy eddig tanultátok, vagy eddig ismertétek, hanem egy nagyon érdekes kis repülőt tárgyat hoztam nektek, ami úgy néz ki, mintha tehát a repülés közben kicsit olyan, mint a bumeráng, tehát kanyarodni is tud, nem csak egyenesen tud szállni. Nagyon egyszerű kinézete van. Egy darab A4-es lapra van szükség hozzá. Az A4-es lapból először majd egy négyzet alakú lapot kell készítenetek, úgyhogy az egyik sarkát a széléhez hajtjátok, és akkor levágjátok a felesleges részt. A felesleges részből készítjük el a repülőnek ezt a hosszú csíkját. Ennek a szélessége, a hosszúsága az értelemszerűen akkor ez, mint a lapotok, a szélessége az pedig rád van bízva, hát ilyen két újnyi szélességűt érdemes hozzávágni. Összeállításnál egy helyen kell ragasztani, vagy tűzőgéppel tűzni, mindenkinek az, ami rendelkezésére áll. Magát a testét pedig egyszerűen meghajtogatjuk, és behajtjuk a sarkait. Erről találtam nektek egy nagyon érdekes kis videót, azt fogjuk megnézni most, tehát most nem fotókat fogok megmutatni, hanem egy videót fogunk nézni arról, hogyan készül ez a repülőtárgy. Ehhez átléptünk egy másik felületre, és akkor nézzük. Így fog repülni. Látjátok, még a kanyart is be tudja venni. Négyzet alapú lapot először hajtjátok félbe, majd megint félbe. Utána fogjátok, és az egyik részét a négyzet alapú lapnak félbe hajtjátok, utána azt kihajtjátok, megint visszahajtjátok a kis sarkát, kihajtjátok újra, és megint behajtotta láttátok a sarkát, és ezek után fogod szépen egymás után felhajtogatni, mintha legyezőt hajtanál, csak ugye nem oda-vissza. Kapsz egy olyan alakot, mint amikor a hajót meghajtogattad, kb. Ez arra hasonlít nekem. És ezután a két szélét fogjuk egymásba csúsztatni és hajtani. Ha egymásba csúsztattad, jöhet a repülőnek a szárnya, amit vagy ráragasztasz erre, vagy rátűzöl. Tehát nagyon egyszerű, nagyon ötletes, egy papírlapból megoldható. Bármilyen lehet ez a papírlap, rajzolhatsz is rá, lehet akár színes, nem színes, bármit csinálhatsz vele. Kíváncsi vagyok a tapasztalataitokra, meg kinek hogy tetszik. A másik tárgyunk az egy pörgőforgó spirál, olyasmi, mint a szélforgó, de hát ezt kézzel kell forgatni. Ehhez hurkapálcikára, vagy sastikpálcára, esetleg vastag fakanálra, tehát hogyha nincsen más, akkor a vastag fakanál is, tehát a fakanalak szára is megfelelő. Egy olyan tárgy, és még ezen kívül papírszalagokra van szükségünk. Érdemes mondjuk ehhez nem vastag karton, hanem vékonyabb fénymásoló papírt, vagy színes papírt választani, és az A4-es lapból körülbelül 1 cm szélességű csíkokat vágjatok le. Lehet szélesebb is, de érdemes inkább több és vékonyabb, és akkor lesz a legszebb és érdekesebb, hogyha minél több színt használtok. Ezen kívül két darab
kör, kicsit erősebb labból készült körre lesz szükség az aljához és a tetejéhez. Látjátok itt a kör. Ez például egy vastagabb pálca, amit itt belerakott a játékos. És a tetején is van egy kör. A szalagok lehetnek különböző színűek, mert akkor, ha ezek így összekeverednek, így forognak, akkor lesz érdekes a tárgyunk. Ehhez is most nem fotókat fogok mutatni, hanem találtam egy tök jó kis bemutató videót, hogy azt fogjuk most megnézni, ugyanúgy, mint az előbb, szépen lépésről lépésre, néha megállítom nektek majd, hogy meg tudjuk beszélni. Jó? Hát itt látod, pörög forog a kis tárgyunk, így lehet majd forgatni. Hogyan kezdesz hozzá? Az első lépés az, hogy a papírcsíkokat ugye levágtad. Mi számoljuk meg, hány darab papírcsíkot használt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát legalább 10. Ennél többet is lehet használni. És nagyon jó, hogy ugyanazt a színt egymással szembe szépen rá tudod ragasztani. Tehát mindig figyelj arra, hogy közöttük nagyjából egyforma távolság legyen. Látod, ő sem mindenhol tartottam, a sárga és a zöld között nagyobb a távolság, mint a piros meg a lila között. Ezt ráragasztod az egyik körlapra. A körlap az körülbelül egy 3 centi szélességű legyen. Ráteszel bármilyen, ha nincs körződ, ráteszel bármilyen kupakot, vagy nem is tudom, kisebb poharat a lapra, körbe rajzolod, és már is van 2 darab körformád, közepét pedig kiszúrod. Ráragaszgattad, utána fogod a másik körlapot, és mindegyik véget arra is ráragaszgatsz, szépen sorba egymás után. Ha megvan, akkor kaptál egy ilyen színes, kinyújtható, összenyomható gömböt. Ebbe beleszúrod alulról a hurkapálcikát, ugye mind a két körlapot kiugasztottad előre, alulról egészen tetejéig. A tetején lévő lukon is egy picit átszúrod, és utána fogod, és leragasztod, hozzáragasztod a felső körlapot a tete a végéhez, a hurkapálcikának, vagy sasnipálcának. Ezt megteheted celluxal, vagy kétoldalas ragasztóval, vagy akár papírragasztóval, mint amit eddig dolgoztunk, ilyen, vagy dolgoznak a festők, bármilyen ragasztóanyaggal, szépen hozzáragasztod. Az alsó az maradjon mozgatható, mert a pörgés hatására, tehát amikor elkezded forgatni, úgy ez az alsó rész lefölmozog, és ettől csavarodik meg szépen a forgó tárgyunk. Jó, ez a másik. Ezt is lehet választani, kinek melyik a szimpatikus, vagy melyik az érdekesebb. Jó munkát kívánok, és jövő héten a szokott időben, délután 2 órakor a Hangouton találkozunk. Mindenki hozza a tárgyát, és elmesélheti, hogy melyiket, miért azt választotta, és hogyan tetszett neki a játék. Sziasztok!